Hello, visszatéri már a harmadik évadával a Péntek Esti Partizán. Az első vendégem Széki Attila Curtis lesz. Először elvitt Curtis Újpesten körbemutatni a legendás helyeket, ahol a gyerekkorát töltötte. Szóval ez volt a központi hely, hogy ilyen mindenki tesó volt. És az mindegy volt, hogy roma volt, mindegy volt, hogy zsidó volt, vagy keresztény volt. Nálunk ez nem volt téma. Visszaérkezve a stúdióba először beszélgettünk a szerhasználat eddig nem tárgyalt kérdéseiről. Nekem nem volt takargatnivalóm, és nincs is azóta se. És elmondom, hogy ez a legjobb az egészben. Hogy én őszintén beszéltek erről, amíg mások hazudnak róla, kamuznak, perdítenek. Majd ezt követően a macsóizmus kérdéseiről. Bármilyen segítséget kérni, az ne legyen már ciki. Alapvető dolog lenne a világ. Én legalábbis így vagyok vele. És végül még Győzike fideszes leigazolásáról is szót ejtettünk. Győzike nyal? Persze, ezek az eszmék, ezek nem megvásárolható dolgok, én azt gondolom. Az egy zárásaként pedig érkezik a Partizán Sessionsbe a Juggler. Kezdünk! Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Péntek Esti Partizán, a Partizán, vagyis Magyarország legnagyobb közfinanszírozott médiumának média és kultúrkritikai közéleti late night show-ja. A ma esti zenekar továbbra is a Bújdosó trió, ami persze ebben a formában teljes fake news, hiszen már több mint 6 tagot számol a formáció. Doboknál Koncsecskó Péter, a basszusgitárnál Szerető Dániel, billentyűn Kálmán András, szaxofonon Perep Szabolcs, trombitán Bújdosó Áron, a zenekar vezetője pedig Bújdosó János. No, hát nagyon régen nem találkoztunk, egyébként valószínűleg többetekkel még soha nem is találkoztunk, mert lehet, hogy nem voltatok korábban Péntek Esti Partizán felvételen. Ugye azóta sok víz lefolyt a Dunán. A legfontosabb ugye az, hogy kiderült, hogy az adó 1%-ok vonatkozásában 21.122 ember döntött úgy, hogy a Partizánnak adja az adója 1%-át. Ezt innen is nagyon szépen köszönöm. Akkor egyrészt egy nagy tapsot szeretnék kérni azoknak, akik itt ülnek, és felajánlották nekünk az 1%-okat. Köszi szépen! És külön köszönöm azoknak az embereknek, akik most nem ülnek itt, de akik szintén nekünk ajánlották fel az 1%-ukat. Nagyon szépen köszönöm a bizalmatokat, igyekszünk minél jobban megszolgálni. Van egy ilyen motto, miszerint épség, erő, egyetértés. Van esetleg valaki, aki tudja, hogy ez minek vagy kinek a mottója? Épség, erő, egyetértés, te tudod? Akkor ebben a mikrofonba kérlek, hogy mondd el. Ez a legjobb magyar klubnak, az UT-nak a mottója. A legjobb magyar klubnak? Esély sem az senkinek. Hány feladista van itt? Bocsánat, nem emeljétek fel a kezeteket? Wow! Wow! 1, 2, hány van még ott? Nem láttam az oszloptól. 3, te is fölvállalod most már? Na most már 3-an vannak, akkor te is leszel feladista, jó? Jó, hány Újpest rúg kerül itt? Emeljétek fel a kezeteket? 2, 4, akkor már te is bevállalod, 5. Jó, hát itt most azért az Újpest drukkerek, az utések azok többségben vannak. Jó, tehát akkor épség, erő, egyetértés. Azt szeretném kérni, hogyha végigmennénk ezeken a fogalmakon, mert szerintem nagyon izgalmas, hogy ki mit társít ezekhez. Azt szeretném kérni, hogy gondoljátok végig, hogy számotokra a 3 fogalom közül Melyik az a fogalom, ami a legfontosabb, amivel leginkább tudtak azonosulni? Miért fontosabb az egyetértés, mint az épség vagy az erő? Keller úr. Hát nem tudom kiadni, bocsánat, pillanatra megtenni, hogy föláll. Ki az, aki fölismeri a fiatal embert? Hát már éppen nem fiatal. Valaki látta a vele készült interjúmat a Partizánon? Igen? Jó, hát Keller úr, miért fontos az egyetértés? Szerintem a mai világban nem lehet más, csak az egyetértés. Az lenne jó, hogyha a sok oldal között kialakulna legalább az a minimum, amiben egyet tudunk érteni. Nagy tapsot szeretnék kérni Keller Lászlónak. Ki az, aki az erőt jelölte meg a három közül? Te? Elmondod, hogy miért? Hát nekem az életemben nagyon sokszor magam felé, család felé és a barátaim felé is erőt kellett mutatni, mert én látássérült vagyok, és ez nekem egy olyan alapot adott így a felállásra, hogy tudtam, hogy gyengén, meg gyengeként ezt nem tudtam volna véghez vinni. Megszabadulom a nevedet, bocs? Majzik Zsolt. Zsolt, oké. Okay. Zsolt, nagyon örülök, hogy ma este velünk. Szeretek egy nagy tapsot kérni a Zsoltnak. Szeretek egy nagy tapsot kérni az összes megszólalónak. Én magam alapvetően chicagói gyerek vagyok, ez nem azt jelenti, hogy ne ismerjem Újpestet, de azért mégiscsak új színei bomlottak ki a számomra is, amikor avatott vezetővel járhattam körbe a legfontosabb színtereit, úgyhogy nézzük meg egy rövid összeállítást abból, hogy hogyan kalauzolt végig Újpesten Curtis. Yeah, yeah. Ez alapkellék. Hát viccelsz? Hogyne? Meszt, zoknit vagy labdát loptál gyerekként, amikor tudtál a választatot? Mindent, a csapattól mindent. Szóval náluk ez a típusú sztárstátusz, ez nem jelentett ilyen elidegenedést a többiektől, vagy nem tudom, hogy... Sőt! Egy normál ember. Sőt. Hát őt kimondottan azért szerették, mert ő tényleg emberközeli volt. Hát hát leginkább ugye kártya, meg a pia, ugye. Hogy érzed magad? Milyen itt a levegő? Csodálatos levegő. Egyébként azon gondolkoztam, hogy itt a Tugzamgyár oldalában milyen friss, jó levegő van. Neked abból sok problémád volt a klubban, nem? Hogy te, amikor már játékos voltál, is még egyébként beültél a szurkolói szektorba, és ezt is vettél akár vonulásomban vagy balhékban. Igen. Amikor nem voltam keretbe, akkor is nem a VIP-be ültem föl a csapattársaim mellé, hanem inkább bementem a táborba. De hát a lényeg az volt, hogy ott voltam a meccsen. Gondolom a szurkolók ezt díjazták, hogy közöttük. Persze, de hát nekem ők voltak a barátaim, vagy most is ott nézem, nekem ők a barátaim. Ezt én nem értettem soha, szerintem. A lényeg az volt, hogy ott voltam a mérkőzésen. Tudnál olyasmit csinálni az Újpest, amiatt megrendülne a hited és az elköteleződésed? Nem igazán, mert én mindig külön választom, tudod, hogy mit mondjuk a tulajdonosi körlép, az nem az Újpest. Szóval nekem az Újpest az egy régebbi sztori, régebbre nyúlik vissza. Én a klubot szeretem és a várost. De mi gondolsz a 90-es évekről, amikor azért sokkal elvadultabb volt a futballszurkolói életvitel, tehát ilyen szempontból sokkal durvább összecsapások zajlottak le, akár Fradi Újpest, akár más klubok vonatkozásában? Én akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, kisgyerekként. Most de az kijelenthető, hogy erőszakosabb volt, mint a mostani világ? Persze. De egyébként nekem azzal sem volt bajom, akkor férfiasan az utcán összefutottak. Egyik nyert, másik vesztett, aztán ment mindenki tovább. De ez nem ártott szerinted a futballkultúrának? Nyilván mindennek ártott szerintem, nem csak az. Ennek a közben ezek játékosok, újpesti játékosok. Na vezess körbe a környékedben és lássuk meg, hogy milyen az Újpest. Jó, menjünk! Akkor a futballklubon kívül mi az, ami még igazán Újpesthez köt téged? Tehát mi az, ami miatt azt érzed, hogy nem is szívesen élnél máshol nagyon, hogyha tehetnéd? Engem minden ide köt, tényleg az utcák, a barátok, az, hogy így születhettem meg, szerintem az nekem egy nagy dolog. Benned a focistát látják még? Vagy már alapvetően a zenész miatt rajonganak? Nem is a zenészt, nem is nagyon tudják szerintem, nagyon kevesen tudják. Nem mond már. Nyilván az idősebbek tudják, meg stb., meg azért ebben a közegben nagyjából tudják, de a fiatalok azok egyáltalán nem tudják. Ők azért jönnek oda, mert Curtis is ők. Meg tudják, hogy újpesti vagyok, stb., de úgy, hogy én fociztam, azt nagyon kevesen. Egyáltalán Újpestet kisgyerekként elhagytad, tehát jártál a belső kerületekben? Ami nekem így megmaradt, hogy mondjuk a szüleim vitték a Margit-szigetre, nekem az megvan, de mondjuk úgy beljebb, mentünk a várba. De mindig a szüleimhez köthető, ők vittek mindenfelé, ilyen várba, Citadella, ezek vannak meg. Amúgy nem jártam, nem volt ott dolgom. Minden meg volt nekem, amit én akartam. Ez a városházad, de te nem itt nőttél föl konkrétan, hanem van egy lakótelepi rész is. Átteszel a korodát? Pár perce, sőt. Jó. Kitaláltam valamit ott neked. Majd... Jó, oké, okay. Nézzük meg. Nem gondolod, hogy egy lakótelepre elhozlak és nem fogok focizni? Not gonna happen, de szívesen nézem, ahogy te rúgod a bört. Jaj. Egyáltalán nem tudsz. 30 évvel ezelőtt egyszer bementem egy futballedzésre. És nem lett a bolondja, ahogy látom. És az volt az utolsó érintkezésem a sportággal, és ez így is fog maradni most már. De miért? Én szívesen megnézzek téged. De ilyet láttam, hogy lila-fehér a pálya, látod, hogy meg lehet oldani? Én ezt mindenhol ezt alkalmaznám. Na, én az általam legfrekventáltabb részére így a futballpályának elhelyezkedtem, és akkor... És hogy fogunk beszélgetni? Gyere, passzolgad, vagy állj be a kapuba! Egyikesre vagyok alkalmas, Curtis. Megsérülni, mi félsz? Hát nem azt, hogy megsérülnék, hanem megszégyenülnék, a sokkal rosszabb a sérülés. Dehogy is, nem? Hát nyilván úgy fociznék veled, mint a kisfiammal például. Ja, hát ez már önmagában nagyon csábító és nagyon megtisztelő, úgyhogy... Szóval ez volt a központi hely. Tudod, itt nem az volt, hogy mindenki egyidős, nagyobbakkal fociztunk, és az nagyon, nagyon sokat ad. Nagyobbaktól tudsz tanulni, nagyobbakkal ütközöl, nem az van, tudod, hogy sírva hazaszaladsz, hanem föl kell állni, leporlod magad, sírni, könnyezhetsz, de hát foci van. Hogy ezek de azt mondod, hogy az ellenálló képességedet itt szerezted meg? Az biztos. Igen? Az biztos. És itt a cucc, vagy bármilyen más szempontból a drog mennyire volt jelent kifejezetten ezen a telepen? Rettentően. Itt a szipúsok, akkor heroinosok. Akkor ez a kettő volt, nagyon sokan haltak itt meg. Láttál is konkrétan halott embert? Láttam. Tényleg? Láttam olyat is, aki leugrott. Szipus. Még láttad, ahogyan leveti magát? Csak puffanást hallottuk. Azban most már le vannak zárva, tudod, ezek az átjárók, és odaugrott be. És nagy puffanás, benéztünk is már. Ja, nagyon-nagyon sokan haltak meg, mondom, heroin és szipuba. Mert erről kevésbé beszéltél egyébként más interjúiban, de hát azért a 90-es években Újpest azért rendesen megszenvedte a rendszerváltásnak a beszakadását. Mi nem voltunk egy gazdag család, de hál' Isten, így, hogy az étel az mindig volt, el voltunk, nem volt ezzel. Meg nálunk még tudod mi volt, hogy ha nem voltunk gyerekek, hozzám mentünk, anyám kent mindenkinek kenyeret, hogy ilyen mindenki tesó volt. És az mindegy volt, hogy roma volt, mindegy volt, hogy zsidó volt, vagy keresztény volt. Nálunk ez nem volt téma. És az például még a fiadnál fölmerül, hogy mivel ti azért most már anyagilag sokkal jobb helyzetben vagytok, mint voltak a te szüleid, hogy neki mondjuk ez a típusú érintkezés a világgal el fog maradni, tehát hogy már nem fog ebbe bele. Figyelj, nem, állami óvodába jár. Nem magánóvodába járatom. Pont ezért. Emiatt? Igen. Én nem fog... Tehát, hogy ne idegenedjen el attól, ami egyébként a társadalom többségének a valósága? Én azt gondolom. És izébe is, amikor majd iskolába jár, akkor is ezt szeretnéd folytatni? Szerintem igen. Egy gyereket felkészíteni az életre pont úgy tudod, hogyha nem zárod el. Én ezt gondolom, de nyilván... Akkor te integrált oktatáspárti vagy. Pontosan. Bármit is jelentsen a szó. Eleve az, hogy oktatásért fizetsz már vagy nem? Vagy bármilyenért, vagy kórházért fizetsz, hogy meggyógyulj. Én ezeket sem értem. Na, hát közszolgáltatáspárt, hogy ez szuper. Hát basszus, de nem, hát most... Ha nem tudod kivárni a sorodat, vagy ha nem tudsz fizetni ért, akkor meghalsz konkrétan. Nekem ezek ilyen érthetetlen dolgok. És apáddal is fociztál itt sokat? Persze. Ő fociban jó volt? Ne, nem mondhatni. És világéletedben te voltál a kis Atika, vagy volt azért, amikor eljárt a kezük, mert valami olyat műveltél, hogy azt már nem lehetett elviselni? Nem. Ez a baj, nem kaptam soha ki. De ez miért baj? Hát mert lehet, hogy... Mert tényleg mindig az volt, hogy mindig elnéztek nekem mindent, meg Nálunk nem volt ez, hogy megbántottak. Hát azért az jó, az inkább üdvözlendő. Hát jó dolog, persze, csak azért volt, csináltam olyat, amikor lehet, hogy megérdemeltem volna azért. Ja, szóval minket inkább anyukám szóban leszídott, meg elmagyarázta, hogy miért ne csináld, meg abból milyen probléma származhat. Volt egy nagy elbeszélgetés apádnak veled valami csibészség után? Apukámnak nem. Amikor én már így nagyobb lettem, már most ilyen 12-3-4 éves, amikor már ugye jobban jöhettem ide, ő már akkor nagyon beteg volt. És ő fekvőbeteg volt, otthon feküdt. Anyukámmal rendszeres. Anyukám a mai napig van, szóval anyukám az kioszt mai napig, hogyha úgy van. Meg ő egy kemény asszony. Hát annak kellett lennie, hogyha ezt így végig tudta csinálni édesapád hiánya mellett. Igen. Ő nagyon kemény. Nekem ő a példaképen. És te valahogy át tudtad vele beszélni, hogy neki mit jelentett az, hogy magára maradt, és édesapád már nem volt veled? Anyukámnak apukám volt az első és az utolsó, képzeld el. Ilyet se hallunk manapság sokat. És nem, ő ezt így lezártnak tekintett, és nem is gondolt soha, hogy neki legyen más, vagy azt mondta, nem is tudna ránézni senkire. És nem is félted attól, hogy elmagányosodik? Ja nem, hát rendszeresen járunk hozzá. Az világos, de azért az más, hogy az emberek társa van, mint hogyha... Ja, persze. Nem, azért az, hogy mi tényleg összetartó családunk, öten vagyunk testvérek, ő nála minden nap van valaki. És akkor nem félted attól, hogy néhány, nem tudom, tehát hogyha idősebbek lesztek, már még elfoglaltabbak lesztek, akkor sem fog magára maradni. Én azt gondolom, hogy annyira elfoglalt nem lehet egy ember, hogy a saját édesanyjára ne legyen ideje. Azt nem történt meg. Legalábbis a Széki család nem biztos nem. Akkor ez maradjon is így. Megmutatod akkor magát a lakótelepet? Persze, hogy meg. Akkor ezt elengedtük, biztos? Hát én elengedtem, te nyugodtan rúgj néhányat. Nem, hogy rúgok. Ez magadba focizom, mint magadba inni. Az utóbbiről van tapasztalatom, az előbbiről pedig nem lesz már. Nekem is. Ez konkrétan? Ez az épület? Ez. Aha, itt a földszint. Ez a kettő. És akkor átmegyünk a víztoronyhoz. Aha. Ott ismerkedtem ezt a BLR-rel, az egy másik lakótelep, és akkor onnan indult el a repzene. Ő meg ki volt az első otthoni stúdió, hát azt így nem csúfolnám stúdiónak, ahol föl tudtunk venni dalokat. Hát ő itt lakott ebbe a házba, Geri, és akkor a Csabi tesóm mutatott be egymásnak. És nem is a fociért, már abszolút a rap miatt jött. Csak a rap miatt jött össze. És akkor jöttem a hülye szövegeimmel, állandóan idegesítettem, és akkor ő megcsinálta az alapzenét alá. És akkor nála vagy nálam fölvettük, de hát olyan felvételek voltak nálunk, hogy konkrétan a anyámnak a parfis nyelére volt rá szikszallagozva a PC Miki, és amikor kijött az Újpesten egyedem, akkor hívtak meg először a városba, ide, hogy akkor legyen egy újpesti fellépő, és akkor itt léptünk föl. És akkor konkrétan a Gerinek volt a szobája a backstage, onnan sétáltunk le, és akkor úgy léptünk föl. BLR-rel való viszonyban benne van még az, hogy ti játszatok még együtt valaha? Én szerintem nagyon előfordulhat, és nagyon örülnék is neki. Ők azért elég jól mennek a Follow the Flow-val. Én is jól megyek a Curtis Live-val, sőt a jövő év lesz az igazi áttörése annak a Curtis Live zenekarnak, de szerintem az a Curtis BLR Curtis dalok azokon fölnőttek gyerekek, nem csak itt a lakótelepen, hanem elég sok helyen, és lenne rá igény. Meg én nagyon szeretem a Gerit mai napig, mint ember. Tehát akkor a ti szétválásotok az nem egyenértékű azzal, hogyan ti a Majkával mentetek szét? Ja, egyáltalán nem. Hát sőt, igazából Geri a Peti miatt vált ki, onnan is, szóval de nem bita, hanem... Ez a következő kérdés, hogy azzal, hogy a Pétertől eltávolodtál, az nem tudott volna összehozni tégeket újra? Mi addig is beszéltünk, szóval mi attól függetlenül, mert a Geri elment, attól függetlenül mi beszéltünk a Gerivel. Ugyanúgy. Na jó, tehát akkor itt indult el a BLR-rel a karrieretek, de igazából azt mondod most, hogy a következő generáció karrierjét is Újpestből fogod elindítani, mert itt lesz majd a stúdiód. Persze. Szerintem ennek így kell lennie. Curtis, a kiadó, az Újpesthez köthető, annak itt kell lennie. Ez lesz, most vettük ki. Ez egy ilyen utcafrontos dolog, tehát igazából kvázi bármelyik gyerek bejöhet az utcáról is, hogyha azt gondolja, hogy szeretne valamit mutatni neked. De és ha jó, akkor foglalkozok is vele. Hát azért az csodálatos lesz, hogyha a zöld épületből szökken majd szárba Újpestről. De úgy tényleg ezt kitalálták is szerintem, hogy az épület. Curtis, akkor figyelemmel követjük majd, hogy a zöld épületből milyen újabb tehetségek szökkennek majd szárban. Nagyon köszönjük, hogy körbevezettél Újpesten. Én is köszönöm, hogy találkozunk a stúdióban. Találkozunk. Legjobbakat. Neked is. Ennyi felvezetés után nem is maradt más hátra, mint hogy felkonferáljam az est főszereplőjét. Hölgyeim és uraim, a Péntek Esti Partizán stúdiójába következik Széki Attila, azaz Curtis. Szevasz Attila! Szervusz, köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nyilván hallottad itt a legelső közönségkérdések között, hogy beszélgettünk ezekről a fogalmakról. Ó, hát tök jó. Képzeld el, hogy 1885-ben alapították az újpesti tornaegyletet, és pontosan ezt a három fogalmat találta ki a klubnak, mint szlogen. Tehát az időközben ezt elvették a klubtól és átadták a Ferencvárosnak, vagy ellopta a Ferencváros. Ezt ki hogy értelmezi, vagy hogy dönti el. De hogy lehet egy szlogent elvenni? Hát látod. Hát ha hagyják, nem? Hát bármit, bárhol el lehet venni. Figyelj, mi úgy azt valljuk, hogy a rászorulóknak segíteni kell, tudod. Jó, tehát akkor ez egy szolidaritási gesztus a felé. Jó, igazából, hogy tehát ez a típusú ilyen lokális kötődés egy futballklubhoz, ez egyre ritkább már a világfutballt nézve. Tehát iszonyú mértékben átvették igazából a tőkelogika a futballkluboknak a működtetését. Valójában ez egy világ életében Ronaldo az Allah Akbar, vagy ki a csapat? Mi a neve a csapatnak? Adnak szurkolt egész életében szerintem. Nem, hát ezt megölték ezzel a rengeteg pénzzel. És hogy viszonyulsz ez? Mert azért ebben van valami, nem tudom, anakronisztikus ragaszkodás a saját klubodhoz, miközben látod, hogy a világ nem ebbe az irányba megy. Fura, én régen is azokat a játékosokat szerettem a világfutballból is, mint mondjuk Totti, mindig rómás volt, és hívta a Real Madrid, és nem ment át. Igen, ezekből a játékosokból kevés van. Én pontosan ezért, bármikor kérdezi, hogy milyen szurkoló vagy. Én a világon is Újpest szurkoló vagyok. Az az enyém, ott nőttem föl, azzal tudok azonosulni, azzal az identitással, azzal az egész millióvel. De azt érzed, hogy ez a típusú futballkultúra az utolsó időszakát éli? Fú! Hát nagyon rossz irányba megy, az biztos. Szerintem, szerintem meg kéne reformálni ezt az egészet. Akármit az NFL-ben van, vagy valamit kitalálni, hogy legyen egy sapka, ami fölött nem lehet vásárolni, akkor a kisebb csapatokat segíteni, előbb vásárolhatnak, stb. Szerintem erre tök jó dolgokat kitaláltak már más sportágakban, ezzel lehetne javítani rajta. Töröcsik András az milyen viszony fűzött, vagy egyáltalán hogyan gondolsz az ő futballmúltjára? Hát ő tényleg egy rockstar volt, szóval nem csak focista volt. Őt azért is szerették Újpesten, ő egy nagyon vagány, egy közvetlen, egy igazi csibész volt, nem csak a pályán, hanem a való életben is. És szerintem ettől, úgy, mint Maradona, hogy őt azért szerették, mert az egy jelenség volt. Az megjelent bárhol, Nápolyba olyan csapat, hogy akkoriban olyan csapat volt, hogy szerintem innen összeszedek 11-et, megveri őket bárki, oda ment a Maradona, és mindenkit megvertek. Szóval ezek a karakterek, ezek az egyéniségek, egyébként már ezek is szerintem egyre jobban vesznek el, és fogynak el a labda, nem csak Magyarországon, hanem a világból is. Hát Törőcsik András az egy nagyon nagy ikon. Egressy Zoltánnak van a Lila-Csík-Fehér-Csík című kötete, amiben szerintem elég megrázóan ír Törőcsikről, és kíváncsi vagyok. Lila-Csík-Fehér-Csík? Igen. Ez a címe? Igen. Nem láttad meg? Nem, vagy csak a Fehér-Csík, én is írhattam volna ilyen könyvet annó. A Lila-Csíkot is megírhatod még, ne aggódj. Van mindkettő az öltözékedet, és akkor vezessük el egy ilyen formában ezt a felvetésedet. Az idézet így szól. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni, mármint Törőcsiknek. lenyűgöző, de félelmetes is, varázsos, ám jeges az űr, ott egyedül van, hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle, ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. Túl gyorsan csinálnak hős belőle egy hősök nélküli világban, íme az ember, a közülünk való hosszúhajú farmeres srác, iszik és jó, lehet imádni és gyűlölni, a kettőt egyszerre ráadásul, mert olyan, mint én, mint te, illetőleg, mint amilyennek mi szeretnénk lenni, és mert neki sikerült, visszanézve aztán lehet hümmögni, miért nem vitted többre, miért nem becsülted meg magad, beléd vetítettem magam, te meg elbasztad. Ó, hát ez a valóság tényleg. Érdekes, mert én azt gondolom, hogy nézd meg most a mai labdarúgást, vagy régen is voltak. Hát az, hogy fiatalon oda kerülsz, ezt sajnos föl kell dolgozni. Egyébként én se tudtam azt földolgozni, hogy 21 éves voltam, amikor a Belehalokot megírtuk, és beindultunk, és tényleg én egy lakótelepi gyerek voltam akkor, és ezeket a dolgokat földolgozni, meg megélni, az, hogy ez fura érzés, meg van egy olyan érzés benned, hogy te mindent megtehetsz, tudod, hogy mindenki ismer, mindenki szeret, azt hiszed, tudod, mert a dalt szeretik, akkor téged is szeretnek, és hogy valamilyen egy legyőzhetetlennek érzed magad valamiért, nyilván nem vagy az, és hogy azt gondolod, hogy hát persze, mindenki iszik, hát akkor iszok én is. Mindenki csajozik, akkor csajozunk. Mindenki szív, akkor persze, én is szívok. És hogy igen, ez vagy valakinek aztán idővel a toronyba megmozdul, hogy ezt azért kezelni kell, vagy segítenek, hogy megmozduljon valami a toronyba, vagy nem mozdul meg, és akkor sajnos lefőtt a kávé. Azért is gondolkodtál egy pillanatra ennél a leírásnál, mert éreztél azonosságot saját magaddal kapcsolatban? Igen, azért. Mert ráadásul 22 éves volt, még 21, szóval igen, éreztem. Tök érdekes, hogy a Belehalok sikere az igazából az én bukásom is volt olyan szempontból, hogy ugye akkor találkoztam először a kábítószerrel. Amikor még futballista voltál, mert fogunk majd beszélni a zenész karrierről is. Amikor még futballista voltál, volt bárki, aki értő figyelemmel szólt volna, vagy követte volna a pályafutásodat, és amikor esetleg azt érezte, hogy most lehet, hogy éppen megcsusszan alattad a talaj, akkor egy jó szóval, egy jó gesztussal irányt adott? Volt, persze. Hát, Acél Zoltán például, ő nekem nagyon sokat adott. Mikor édesapám elhunyt, én abba akartam adni a focit, és ő miatta folytattam a labdarúgást. Ő nagyon nagy Mit mondott akkor? Képzeld el, hogy akkor még volt Újpesten a Tungstam strand, és én ott voltam nyáron. Lent dolgtam a helyi telepi gyerekekkel, fociztunk a kismedencébe, és kijött az Acél Zoli a Tungira, hogy hát ezt fejezzem be, ezt a hülyeséget, én nem fogja hagyni, hogy elkallódjak, és hogy most azt mondja, fociz ki magad itt a haverokkal, hétfőn meg várlak próbajátékra az Újpest pályán, és szeretném, hogy ott legyen. És úgy ledöbbentem, hogy azt mondom, most komoly kijön az Acél Zoltán, ő is egy hatalmas legenda egyébként Újpesten. Tényleg, az úgy helyre tett. És ő aztán nagyon sokat segített. Na, nála éreztem a bizalmat. Nekem nagyon fontos ez, hogy érezzem a bizalmat. És mai napig fontos, meg a visszaigazolás. Egyébként a kisfiam pont ilyen, hogy csinál bármit. Apa láttad? Most volt az első meccse, képzeld el, és rugott egy gólt, és jött, kiszaladt, úgyhogy ment a meccs. Apa láttad? Mondom, igen, de fordulj már meg, vezeti a labdát az ellenfél. Szóval ugyanaz, mint én, ugyanaz. Szóval vigyázni kell nagyon rá. És te meg tudod már neki adni ezt? Neked az apád halála után kiadta ezt meg? Hát a tesóm, nyilván, a Tibi tesóm. Édesanyámtól is megkaptam, viszont édesanyám nagyon sokat dolgozott. Szóval ő 4 helyen dolgozott, hogy megéljünk. Ugye már csak én voltam otthon, és nyilván aztán a tesóim is segítettek azért, hogy ők már idősebbek voltak jóval, de úgy igazán az apai figyelmet, az apai szeretetet, az apai szigort, azt nem tudja senki adni, csak az apa. És ennek az apai szeretetnek és szigornak a hiánya, ez feldolgozható, elfogadható, soha jóvá nem tehető, de tudomásul vehető, vagy szóval hogy kell ehhez neked viszonyulni? Szerintem ez is, szerintem abban a korban, amiben én elvesztettem, az inkább kezelhető. Ez ugyanúgy, figyelj, nekem nagyon jó terápia egyébként a szövegírás, ezek a dolgok, ezek nagyon segítenek nekem. Egyébként az is, hogy most itt beszélgettünk ezekről, ezek nekem segítenek. De igazán megbékélni, nem tudom, hogy meg lehet-e, én nem tudok. Nekem nagyon hiányzik az apukám, hiányzik az, hogy nincsen, hiányzik, hogy nem láthatja a Doncsit, hogy nem élhette meg a sikereimet, ő nagyon szerette a labdarúgást, nem látta az első NB1-es meccsemet, ezek hiányoznak, és ezeket nem, hiába vagy most mondjuk jó módú, nem tudod megvenni. Ezek a dolgok, amik elmentek, és ezeket nem tudod pótolni, nem tudod mással megoldani, helyettesíteni. Ez csak vele lehetett volna, és ez rossz. Apafigurák fronton tovább haladva, emlékszel, hogy kiről mondtad ezt? Ha azt mondaná valaki, írjam alá azt az életet, amit ő véghez vitt, aláírnám. Maradona? Tényleg? Ezt mikor mondtam? De egyébként igen, hát figyelj, azt gondolom, ki más jutott még az eszedbe, várjál, bocs. Hát amúgy a Gangster Zoli is eszembe jutott. De nem az... meg ezt a skálát, igen. Zoli és igen. Maradona között. Igen. Most nem, hol tartasz? Kihez vagy inkább közelebb? Egyikhez se igazából. Hát inkább a Zolihoz. De... igen, én azt gondolom, hogy tényleg Maradona, ahogy ő élt, az be volt zárva egy kuplerájba, nem vetett meg semmi földi örömöt, és egy Nápolyjal megnyert mindent, és világbajnok lett, és mindent megnyert úgy, hogy ő jól érezte magát egész életébe. Nyilvánvalóan azért lehetett volna talán egy lehelletnyivel finomabban és visszafogadtabban, de hát ő nem bántott senkit, ez az ember. És nálam is egyébként pont ezt mondtam annól, mikor ugye kiderült a motyó, meg hogy kábítószereztem, és pont ez volt, hogy de én kit bántottam ezzel? Szóval én nem a te pénzedből, vagy a harmadik, vagy a negyedik pénzéből nem loptam azt a pénzt. Az, hogy én magamat tönkre tettem, vagy tönkre akartam tenni, az az én dolgom volt. Ugyanez a maradás. Az is épp elég, meg azért annak van következmény a környezetedre. Van, egyébként igen, most már tisztán látom. De... várj, oda, hogy bele ne szaladjunk abban, mert fogunk erős beszélni, de akkor a Maradona vonalon maradva. Na igen, ez, hogy ő igazából tényleg, ő úgy élt, ahogy ő akart élni. És szerintem pont ezért volt, szóval ez a lényege az egésznek, hogy ő nem akart megfelelni senkinek. Ő úgy érezte jól magát, és úgy élt. Készültünk egy kisebb összeállítással. Az ő kevéssé, nyugodtan kérlek, következz, az ő kevéssé ismert politikai szerepvállásáról, és arról is kíváncsi leszek, hogy mit gondolsz majd. Jó. Maradona was also an avid supporter of Hugo Chavez, his successor Maduro, and Bolivia's Morales. Even though it's his public criticism of the United States and its foreign policy that make him a global icon of anti-imperialism. Maradona participated in protest in 2004 against the US invasion of Iraq, calling George Bush human trash. Fidellel mondjuk egy szivart elszívtam volna én is azért. De látod, hogy igazából pont ezért volt ő más, mint a többi. Hogy ő, nem, igazából erről nem is esik szó, hogy ki mit mondott, politikailag miket csinált, bár mondjuk szerintem annyira nem is volt hiteles szerintem. De azért a politikai nézetei miatt neki hallatlan népszerűsége volt Dél-Amerikában. Igen? Na, én jó, nem tudok ezekről, nekem ez meglepő, meg szerintem felesleges volt. Minek csinált ezt ő? Minek? Volt neki szüksége erre, szerinted? Hát gondolom meggyőződése miatt diktálta ezt a lelkiismerete. Jó, az lehet. Az lehet. Amit a Maradona képviselt, azt benned nem tudnék így odaállni valamibe így, ilyen szinten, mert én azt gondolom, hogy ahhoz lehet, hogy neki megvolt, nekem nincs meg az az alap politikai műveltségem, hogy arról én úgy beszéljek, hogy azt mondjuk el is higgyék az emberek, vagy nem tudom, hogy nekem az, hogy meg ez megint, ez egy ilyen fura dolog, mert lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nem tudsz megfelelni. És ezt már, erre már rájöttünk, de sehol, semmibe. Nem, én a politikának arról a szintjéről beszélek, hogy nem arról szól, hogy Orbán vagy Gyurcsány. De például mondjuk az, ahogyan te... Hát mondjuk, ott mondjuk könnyen tudnék dönteni. Hogy? Arra mondjuk könnyen tudnék dönteni. Jó, nyugodtan elmondhatod azt. Ja, nem. De hogy a... Dehogy, nem ezért vagyok itt. De ezért is. Azért érdekes ez, amit mondasz, mert ugye szerepeltél az Ábrahám Robertnek abban a videóklipjében, amiben a We Are the World-ot énekeltétek, ami arról szólt, hogy Magyarország békét akar. Hát mit gondolsz erről a kérdésről? Két másik ország, sajnos ők se tudják megoldani, nem hogy mi. Én tényleg ebben megint nem láttam, vagy nem néztem tovább ezen, meg nem gondoltam, nem kell ezt túl gondolni. Én egy előadó vagyok, aki elment egy számba szerepelni azért, hogy a béke mellett kiálljon, vagy a béke mellett kitűzze az ászlaját. Sajnálom, hogy ez még mai napig ez téma, hogy ez nem tudott még megoldódni. Pontosan azt tudom, hogy miért indult ez a háború el. Hogy ott most kinek hát ezt a világ is találgatja meg erőszak. Ezért mondom, hogy így hogy döntöd el, hogy most az orosznak van igaza, vagy ukránnak, ezt nekik kéne megoldani. Hát jó, de azért alapvetően van egy agresszor, és van egy megtámadott. Most, ja, én nem tudom elrendezni ezt a konfliktust, nehogy azt hidd. Hát azért mondom. Nem is ezt várom el tőled. Hogy most mit mondod, hogy akkor menjünk, segítsünk az ukránoknak, vagy az oroszoknak, hogy egyébként ez biztos, hogy nem jó politika. Hogy beszállni még nekünk is, pluszba, ráadásul azt gondolom... Hát beszállunk, azért vannak segítségek Magyarországról, mert menekülteket is fogadtunk be szerencsére. Az, hogy menekülteket fogadunk be, az még nem az, hogy oda mész fegyverrel és lövöldözöl a másik hadseregére. Igazából csak oda akartam ezt eljutatni, hogy aki a békét követeli, annak nem kéne azt is követelnie, hogy csak tényleg a békét akarja, hogy az agresszor álljon le azzal a tevékenységével, ami háborút robbantott ki? Hát de ezt kéri mindenki, hát dehogy nem. Ezt senki nem kéri ebben az országban. De onnan indult, előbb mondtad, hogy te se tudod, hogy onnan indult. Hát azt azért tudom, hogy február 24-én orosz csapatok átléptek a határon, és elindultak Kijev felé. Ez ténykérdés. De, és mi váltotta ki ezt? A semmi miatt elindultak? Nem tudom. Komolyan kérdezem tőled. Akkor másként teszem fel, ha alapvetően ennyire nincs kialakult véleményed erről a kérdésről, akkor miért álltál bele egy ilyen kampánydalba? Mert én, még egyszer mondom, én a béke mellett vagyok. És az nem csak ez a... vagyis, hogy nem ennek a háborúnak szó, hanem minden olyan háborús övezetnek, vagy minden hasonló cselekedetnek szól. És amikor a klipet csináltátok, beszéltetek arról, hogy a békének milyen formáját tartátok kívánatos? Ja, én erről nem is megmondom neked, hogy az Ábrahám Robinek, én jóba vagyok vele egyébként, voltam már nála többször, és megkért, hogy van egy dal a békéről, én nem is tudtam, hogy milyen klip lesz hozzá, semmi, én nem is láttam ezt a klipet. Elmentem, fölvettem azt az egy soromat, mert egyébként nem beszélek angolul, szóval fonetikusan leírtam, elnyomtam, ennyi volt. Én mondom, megint csak, én ilyen egyszerű csávó vagyok. Elmentem, mondták a békéről szól ez a dal, még szerencsére nem valami fradi kampányba tették vele. Hát épp ezt akarom mondani, hogy ezek alapján bármikor be tudnak akkor tényleg, de arra is palaizni. Jó, azért nyilvánvalóan megkérdeztem, milyen dal, mondták, hogy nyilván a háborúban, és a békéről szól. Ennyi. Mondtam, jó, csináljuk. És ez elég volt. Igen. Ugye a szerhasználati kérdések azok, ami nélkül interjú veled ebben az országban nem készül. Ez csodálatos. Most se lesz kivétel. De még van valami, amit el lehet mondani? És ez a kérdés, hogy igen, tehát hogy azon kívül, hogy ezt már megrágták oda-vissza 100-szor, egy-két aspektus szerintem van. Na. Amikor az egész szerhasználati, meg rehabilitációs kálvári egy karon keringet körülötted, akkor azért így erőteljesen termékesítve lett a te küzdelmed. Szórakoztatóipari termékké vált. De mennyire tudtad akkor kontrollálni, hogy milyen szándékoknak állsz az eszközévé? Fú, megmondom őszintén, volt olyan, például az Elvona utána műsor, ami volt. Igen. Az például, annak én valahol örültem, anyagi szempontból. És most ezt őszintén elmondom. Szóval nekem akkor szükségem volt a pénzre. Én akkor azelőtt tényleg mindent elbuliztam, és mindent elbasztam. És én nekem az akkor azért kellett, hogy egy nagyobb összeghez jussak, hogy újra fölépíthessem majd. Ugye akkor már terhes volt az akkori párom, ugye vártuk a Doncsit, jött a gyerek, stb. Plusz ugye új dalokat szereztem bent, amiket szerettem volna kiadni egy lemezként, klippeket forgatni. Szóval ennek ezt itt megmondom, hogy ez azért történt, ez az egész. Hát ez nyilvánvaló. Tehát... És igazából figyelj, mi lett volna, vagy miért zavart volna engem ez a helyzet úgy, hogy a Majoros már mindent elmondott országvilág előtt. Szóval nekem nem volt takargatni valóm, és nincs is azóta se. És elmondom, hogy ez a legjobb az egészben. Hogy én őszintén beszéltek erről, amíg mások hazudnak róla, kamuznak, ferdítenek. Ez nem az a legjobb. Mert abban nem tudsz belekötni, hogy basszus, igen, ezt csináltam, azért csináltam meg a műsort. Ez így tiszta megint csak, és ez a legjobb dolog, hogy ha őszintén beleállsz a dolgokba, akkor szerintem az úgy elfogadhatóbbá teszi a dolgot. Nyilván visszacsinálni nem tudom, nem is biztos, hogy visszacsinálnám, sőt, szerintem ez kellett ahhoz, hogy most itt tartsak. Ennyi. Ugye azért meglepődsz, hogy miért pont a Majka megszólalása után vált ebből, nem tudom, hír. Hát mert addig nem tudott róla. Hát dehogy nem, 2015-ben te magad írtad meg a kötetetben, eléggé átfogóan írtál a különböző szerhasználati szokásaidról. Akkor nyilvánvalóan azért azt a könyvet annyira nem olvasták el, mint amennyi emberhez eljutott. Hát sokat elmond a magyar média állapotáról nyilván, hogy közös koncert, 3 éve ott az információ, és nem veszik észre, ki kell állni a színpadra. Hogy azért, azért annak megvolt a dramaturgiája. Azért az egy elég kemény szituáció volt. Tényleg egy teltházas fesztiválon kiáll a akkori társad, és így kitálal mindenkit, lesokkolt, ledöbbentett, és nyilván hát ez onnantól kezdve az egy lavina volt, és ez így már mindenkit érdekelt. Mint ameddig, hogy egy rapper leírta, hogy kokózott, hú, basszus, micsoda meglepő fordulat. 1000 ember a Magyarországon, ki nem kábítószerezik, vagy gyógyszerezik, vagy iszik, vagy valamivel butítja magát. Mindenki csinál, valamivel, tisztelt a nagyon kevés kivételnek, főleg a művészvilágban, ahol én jövök. Tudom, hogy basszus, na. De én lettem az aktuális kábszeres akkor, én ezt elvittem, nekem jól látod is a fekete bárány szerep, aztán ennyi igazából. De erre vagyok kíváncsi, tehát hogy én azt éreztem ebből, hogy igazából nem a szerhasználattal volt itt a probléma, hanem azzal, hogy korábban is szert használtál, de addig munkaképes voltál, itt igen. Viszont a munkaképesség ja, persze. Olyasmi szint meg. Én teljesen elvesztettem a kontrollt magam fölött, meg a használat fölött. Teljesen. Semmi nem volt fontos, semmi nem érdekelt. Aztán kurvára nem is voltam jól tőle, az a legszebb, hogy, de már függőként muszáj voltam, vagyis hogy nem muszáj voltam, de hogy azt éreztem, hogy muszáj nekem ezt az egészet csinálnom, és hát ide jutott ez a sztori, sajnos. Szóval teljesen értem, hogy anyagi érdeked volt abban, hogy eladd ezt a sztorit, amikor kijössz a rehabról, de egyébként ez neked segített? Már abban az értelemben, hogy amikor végignéztem ezt a dokumentumfilmet rólad, akkor alapvetően ugye viccelsz ezzel az egésszel, megpróbálod elkönnyíteni, elbagatelizálni az egész történetet. Az azért elvenni ennek, persze, de ez mai napig, hát ez fontos. Meg hát most ki viccelje magam, vagy rajtam, hanem saját magamon én. De engem tényleg ez őszintén érdekel, tehát, hogy az, ahogyan elkönnyítetted ezt az egész beszédmódot, tehát azt szerintem teljesen érthető, hogy az ember szabadulni akar a társadalmi stigmáktól. Miközben ezt az egészet eljátszottad, volt lehetőséged ennek a mély lelki folyamataival saját magad számára foglalkozni? Ja, hát benne a kezelésen is azért, amikben voltam, meg utána is, meg mai napig. Hát én járok egy szakemberhez, akivel tréningelem magamat, a lelkemet, könnyítek a lelkemen, stb. De és az így is lesz, amíg élek már. És ez tök jó. Hát a mai napig hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs sóvárgásom. Hát lesz is. Ezt mindig elmondod. Hát aki ennyi szart magába tolt, az hazudik, ha azt mondja, hogy dehogy is, hát én letettem, most hagyjál már, nem kell, soha szembe nem jut. Azt nem jut eszébe. És szerinted hasznos lett volna, hogyha az életed egy korábbi szakaszában már esetleg terápiás helyzetbe tudsz kerülni? Nem tudom. Egyébként szerintem pont jókor jött. Nyilván jobb lett volna előbb. Lett volna még egy kis pénzem is. Talán. Meg nyilván nem rombolom magam. De összességében szerintem jókor jött. Az nem jött jókor, hogy ezt a barátom így kitalálta. Minden más jókor jött. Azt sajnálom nagyon. Az fáj, hogy mi már nem tudunk barátok lenni. Ez fáj. És emiatt. Mert én cuccoztam. Ezt most így teljes egészében magadra veszed? Hát egyik fő oka az biztos ez. Aztán nyilvánvalóan ebből, nem tudom, hogy ebből, de amúgy kialakult amúgy egy ilyen akarva akaratlanul is ilyen hierarchia dolog szerintem. A Peti nagyon szerette volna ugye magát följebb pozícionálni, ami aztán nyilvánvalóan idő elején még nem is annyira zavart, ez is baj volt szerintem, hogy én az elején tudod, elengedtem ezeket, meg nem érdekelt. Igen, nem nagyon konfliktus kerülő voltam. És mitől változott meg? A terápiától. A szakember segítségétől. Tehát ezt így felfedeztette veled, hogy neked ezzel dolgozol. Igen. És bocs, a te saját mikrokörnyezetedben hogyan reagáltak arra, hogy terápiára mész? Mert ugye Magyarországon azért alapvetően még mindig stigmát viselnek, pláne azok a férfiak, akik mondjuk mentálhigiénés szakember segítséget veszek igénybe. Én ezt nem tapasztaltam, hála Istennek. Tényleg tök jó? Nem. Lehet nem merik elmondani, mi? Hátam mögött meg, hogy nézze a hülyét. De nem, hanem, hogy szerintem az miért ciki? Hát segítséget ki bármibe. Az nem ciki. Hogyha én most nem tudom fölvenni a pulcsimat, megkérlek, hogy segíts már feladni. Vagy nem tudsz inni, akkor öltök a szállal. Hogy bármilyen segítséget kérni, az ne legyen már ciki. Hát az szuper lenne, de nincs így sajnos, azt szerintem is érzékeled. Az, hogy segítséget kér az ember, szerintem és az, hogy segítséget is kapjon, szerintem az alapvető dolog lenne a mai világban. Én legalábbis így vagyok vele. És volt már, hogy te ajánlottad, vagy javasoltad valamelyik ismerősödnek, akinél? Rengetegszer. Tényleg? Igen. És egyik sem ment el, az már nagyobb baj. Hát nem, az baj, nem vicces inkább szerintem, ez szomorú. De miért nem mentek el? Az a helyzet, hogy ez a hely, ugye ugye ide nem visznek. Ide neked kell elhatározni, hogy elmész. Ugye nagyon sok barátomnak ajánlottam, meg ajánlom mai napig, és nekem ez nagy szomorúság, hogy nem mennek el. Annak ellenére, hogy látják, hogy én azóta az életem az hogy alakult, hogy működik ez a dolog, stb. Egy ember ment el, és képzeld el, az viszont egy volt labdarúgó, nem mondom majd ki, egy volt labdarúgó volt, aki ugyanúgy megkeresett, és ő elment. A szakmán belül volt több, egyik sem ment el. Sőt, hát az volt, hogy le volt beszélve, lebeszéltem a találkozót, én vittem volna el, és nem vette fel a telefont. És nekem volt kellemetlen azokkal, de mondták, hogy hát ez ne legyen neked kellemetlen, hát mi ezzel foglalkozunk, tudjuk, hogy mi ez, hogyha nem jön el valami. Meggondolja magát. Igazából kisgyerekkortól kezdődően az erőszakra a különböző formája azért körbevettek, ugye te a korpszban szocializálódtál például, ami ugye, hát te úgy fogalmaztál, hogy vannak az ultrák, és vannak a futballhuligánok, és a korpsz az egy... A korpsz az a 90-es évek és a 2000-es évek, hát 2010-ig mondjuk, vagy 2008-10-ig mondjuk, az egy meghatározó csoportja volt sőt, a 90-es évek végén a legerősebb csoport volt Magyarországon. Én rendszeresen jártam velük mérkőzésre, akkor, amikor ilyen egyébként ez is édesapám halálhoz köthető, 14 éves koromtól ilyen 15-6 éves koromig. Egyébként az első rendőrségi ügyemig, ami nem volt igaz, ugye első ügyem volt, nem volt semmi utána, de akkor fejeztem be, mert rájöttem, hogy azért ez nem játék, azért ebből börtön lehet, és akkor inkább elengedtem, és akkor ugye elkezdtem komolyabban, visszamentem megint focizni, és akkor utána igazából rám másfél évre meg NB1-be bemutatkoztam, hogy milyen érdekes. Felhúztad a szemöldöködet az előbb, akkor nem értesz egyet azzal, hogy az erőszak mint olyan azért körbevett téged, egészen kisgyerekkortól kezdődően különböző formában? Egy lakótelepen mai napig mindenkit körbevesz az erőszak. Valamilyen formája. Sőt, nem csak ott, hát bárhol. Így nőttünk föl. De ez nem baj. Ez megint csak szerintem amúgy építi a jellemedet, meg a szocializálódásodnak egy formáját. Szóval, hogy nekem az, hogy én a lakótelepen mondjuk az idősebbektől kaptam egy fülest, az így nem volt probléma, mert hogy utána tiszteltem az idősebbet. Vagy mondjuk, hogy az iskolába a tanárnő felúszta a pajászomat, biztos megérdemel. Szóval, hogy ezek, nekem ezek nem voltak problémák, ez mai napig nem probléma, hogy az idősebb neki megadom a tiszteletet. Amikor fölkerültem az első csapatba, én takarítottam mondjuk az idősebb játékos cipőjét. Nekem ez nem derogált, és én igazából ide kötném ezt, hogy ahhoz, hogy én most ilyen ember legyek, hogy így tiszteljem a másikat, mindenkit, tök mindegy, hogy annak milyen az identitása, milyen a bőrszíne, milyen a vallása, az annak köszönhető, hogy én a telepen nőttem föl, és a másik, hogy ezáltal nekem mindenki egyforma. Nekem jó, meg rossz ember van. És ezt a lakótelep is, ez ahol én szocializálódtam, ez teremtette meg. Hogy engem kurvára nem érdekel az, hogy ki kivel bújik ágyba, vagy ki milyen nemzetiségű. Vagy jó, vagy rossz ember van. Ugye megint a Csibész Bibliára fogok hivatkozni. Megjön mindig ezzel a gyerekkönyvvel, igen. Ez 8 éve volt csak. 8 éve volt csak? Igen. Bazzán, mennyi minden történt azóta. Szóval van egy kifejezetten megrázó történet, amit elmesélsz. Hadd kérdezek rá, aztán fel elmondod, hogy akarsz erről beszélni, vagy sem. De van egy Dániában élő magyar nő, aki rád ír, és kihív magához. Igen. És ugye gyakorlatilag pénzt kínál szexért. Ha? Igen. 20 éves vagy 21 éves gyerek voltam. Ezt bulinak fogtam fel ezt az egészet. Egy pontig. Mert aztán azt írod, aztán igen, amúgy azt írod, hogy amikor már a harmadik napja voltál ott, akkor azt írja, hogy azt írod a kötetben, végül erőt vettem magamat, és újra szexeltem vele, egymás után vagy 3-szor, mint a robot, úgy tettem magamévá, kötelességből előről, hátulról megbasztam, közben igyekeztem kikapcsolni az agyam. Aha. És akkor utána azt írod, hogy te alapvetően jó katonaként próbáltál teljesíteni, de úgy zárod le a sztorit igazából, hogy a harmadik nap aztán összecsomagoltál, mentél reptérről, mert úgy érezted, és most jön a lényeg, hogy ideről összeroppanást kapsz, ha tovább maradsz, és undort, sőt fizikai fájdalmat éreztél. Igen, tényleg én ebben bele se gondoltam. Mondom, egy srác, egy fiatal srác, egy jó csaj ráír, még pénzt is ad neki, ahogy ne menjünk ki, hát most 21 éves vagy 2 éves voltam. Mondom, menjünk ki, persze, nem volt se kutyám, se macskám. De igen, azért azt nem gondoltam át rendesen, hogy ez nem normális volt ez a nő. Hogy a faszomba tudod te? Hogy tudod? Tényleg vele mi lehet most? Ugyanezt csinálja? És kíváncsi lenni. Egyfolytában hallod, engem akart. Érthetetlen módon. Igen, az egy rossz üzlet volt, mondjuk így. Ott azzal momentán átvertek, tudod, mint az üvegtigrisben. Igen, az egy ilyen rosszul átgondolt kölyöknek az üzlete volt. Hát ugye nem vagy ezzel egyedül, tehát ezt nagyon sokan elkövetik. Nem. De ugye, hol voltál, mesélj! De ugye amikor például arról beszélsz, hogy te alapvetően úgy tekintesz a prostituáltakra, mint akik szeretik a szexet, azt azért is nehéz megértenem, mert közben ott van a saját élményed, hogy hiába szereted a szexet. Ja, én ezt mondtam valahol, hogy szeretik a szexet? Hát ugye alapvetően ez a legfontosabb motivációjuk, hogy túlságosan... Én ezt mondtam? Hát figyelj, akkor most tényleg egyébként szerintem olvasd újra ezt a kötetet, mert egyszerűen lesz. Lehet ezt gondoltam maximum, hogy igen, de hát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a prostituáltak, sőt a legtöbb szegény bele van kényszerítve ebbe az egészbe. Igen. Én nem voltam. Én magamtól döntöttem ilyen okosan, de hogy... Hát ugye az anyagi kényszer is lehet rá utalni. De nem volt, nem. Tényleg bulinak fogtam föl, mondom, tök jó, kimegyek. Mondom, egy jó csaj is volt. Pénzt is adtam, mi bajom lehet most pár napra. De hogy egyébként, dehogy gondolom ezt, hát Nyilván biztos van olyan, aki tényleg jól is érzi magát, de leginkább ezek a nők azért ebbe bele vannak kényszerítve, hogy vagy más által, ami rosszabb, vagy tényleg az élet viszi egy olyan útra őket, hogy nem látnak más, csak ebbe a kilátást, hogy ebbe tudnak gyorsan, sok pénzt keresni. Az még talán egy jobban fogadhatóbb dolog, mint az, hogy mondjuk egy strici agyonveri, hogy menned kell, mert az szerintem az annál aljasabb nincs. Itt ebben a stúdióban volt már olyan vendég, akivel ebben komoly vitába keveredtünk, de muszáj megkérdezem, hogy akkor azzal egyetértesz végső soron, hogy a prostitúció az egy sajátos formája az emberkereskedelemnek? Figyelj, szerintem igen. Hát... Jó, ez a másik arany szájából ilyen könnyen nem szalad ki. Hát miért? Hát egy embert, egy másik ember rákényszerít valamire, elvisz egy valahova, hogy ő neki ott meg kell csinálni. Az mi? Hát az. És az az élmény, hogy te akár csak ilyen átgondolatlanságból, meggondolatlanságból is, de belekerültél egy ilyen helyzetbe. Hát az én hülyeségem, hát az világos, de sokan vagyunk hülyék, és nem biztos, hogy annak az a végeredmény, hogy konkrét összeroppanást érzünk. Ja, nem, ez ilyen költői túlzás volt. De nem biztos. Nem szarúból, az biztos, hogy nagyon rosszul éreztem már magam ebbe az helyzetbe. Hát, de itt arról beszélsz ebben a könyvben, hogy ez egy lélekpusztító helyzet volt. Az volt, tényleg. A végén már, mondom, azért is indultam el, mert ez a helyzet, ez idő után kellemetlenné vált, meg feszélyezve éreztem magam. A legelső szexuális élményedet azt te magad is prostituáltól szerezted. Igen. Igen, ez így van. Ezt nem bánod? Nem tudom, nem. Nem bánom. Hát igazából egyszer így vagy úgy is megtörtént volna ez az egész. Feltétlenül igen, ez nehezen tagadható. Legalábbis bízunk benne. Nem bánom igazából. Mert a dalszövegeidben és interjúidban is nagyon sokat írsz a közösülésről, a baszásról, de igazából intimitás élményről, a szexualitásról összekötve én nem találtam, hogy nyilatkoztál volna. Hát mert nem vagyok a Hevesinek a felesége, ő beszél szexuálpszichológus, ezt megtartanám magamnak. De a szopatásról lehet nyilvánosan beszélni? A hip-hop, mint műfajnak vannak olyan sajátosságai és kategóriái, amik megkívánják igazából. Ez az én költői szabadságomnak fogjuk föl, hogy írok olyan dolgokat, amiket tudom, hogy aztán szeretni fog a hallgatóság. De szerinted azt miért nem szeretné a hallgatóságot, hogy adott esetben pont egy ilyen intimebb élményről is beszélj? Tehát érted, azért te alapvetően... Jaj, lehetne újra február, az egy nagyon intim, szerelmes dal. Igen? Szerelmes szám. Igen, mi nem ismered, bazd meg, hallgass meg. Azt hiszem, az a csengő hangod. Még nem, de majd pótolni kérem. Igen, az egy nagyon érzelmes, szerelmes szám, hogy van nekem olyan is, de hát mindig elmondom, hogy én nem az alma együttes frontembere vagyok, szóval én nem tudok arról énekelni, hogy vatta, cukor, meg körhinta, én egy rapper vagyok. Ja, ez tagadhatatlan. Elég jól dokumentált a felnőtt életed a nyilvánosságban. Igen. És szerintem egy interjút biztosan volt, ahol nagyon megrendülten álltál a kérdések elé, amikor volt ugye ez a korábbi barátnőd, akit megütöttél, és a Demcsák Zsuzsának adtál egy interjút a Mokkában. A Trütko is ott volt, ketten kérdeztek. Igen. Ugye ezt egy koncert után adtad ezt az interjút. Mi az az érzés, ami, ha eszedbe jut az interjú, akkor... Szégyeltem magam nagyon, az egész helyzet, annak nem kellett volna nyilván megtörténni, már nem az interjúnak, hanem ami miatt én ott voltam ebbe az egész dologba. És ez egy nagyon kellemetlen pillanat volt azért. Talán a legkellemetlenebb pillanat volt. Igen? Az egész, igen. Volt bárki, aki akkor beszélgetett veled, hogy ezt hogyan kéne kezelned? Azt nem tudod jól kezelni, és én ebbe is inkább beleálltam. Hogy fasz voltam, tudom, hogy ilyet nem csinál normális ember, és ennyi. Ezért is álltam bele. Én megint csak nem próbáltam elmismásolni, odaálltam, őszintén elmondtam, és ennyi. Nyilvánvalóan ugye a Zsuzsának volt egy érintettsége, ezáltal ő már nem tudott objektívan és kívülről, mint újságíró úgy viselkedni, és ebbe is tök megértem, meg most meg már főleg akkor nem értettem meg, mert én tényleg azért mentem oda, hogy nyíltan beszéljek erről, és hogy megbántam ezt az egész dolgot, és akkor ő nekem támadt, de mondom, igazából ezt is megértettem, megértem. Nézzük meg azt a rövid részletet, amikor erről beszéltek, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagálsz arra a Curtisre, aki ott ült akkor abban a tévéstúdióban. A könyv előtt, a könyve is hülyeségeket beszél, nem hogy akkor. Abból, amiért ide jöttünk, ugye az, hogy szeretném ezt helyrehozni, és eloszlatni magam fölött a felhőket, és amit mondtál, ugye már volt is koncert, amit családon belül erőszak áldozatainak csináltunk, ez 2 napja volt, pont a Petivel csináltunk. Én ott voltam. Én beszéltem. Velem? Nem. Azért. Én, mint akinek... Nem találkoztunk. Nem találkoztunk, mert ugye én nem témával kapcsolatban írtam könyvet, mint magam, és aki érintett vagyok. És, azért különösen nehéz ez a beszélgetés számomra. Értem. De ott a szervezők azt mondták, hogy téged azért hívtak meg, mert azt látják rajtad, hogy nagyon megbántad, és hogy nagyon szeretnél tenni valamit. Én meg azt gondolom, hogy túl sok fellépéstől estetek el, és ez konkrétan szeretnéd a visszájára fordítani azt, ami történt, hogy újra szárnyaljon a szekér. Nem ez van. Hanem? Nem értem, hogy most miért kell támadni. Ja, én nem támadok, csak kérdezem. Igazából. Mennyire vagy, még egyszer megkérdezem, a szerepben hiteles, hiszen a riportban azt hangzott el, hogy nem egyszer és nem kétszer ütötted meg ezt a lányt. Ezek után hogy mondják azt, hogy Curtis tesz a családon belüli erőszak, a nőkkel szembeni, a gyengébbek elleni erőszakért, amikor nem egyszer, nem kétszer, éppen most... ő beszél nekünk bort és vizet, ugye? Bort és vizet. Most, ami volt fellépésünk, szerintem az azt mutatta, hogy erre bevívjuk az emberek is. Szeretnek engem, és ezt az egész dolgot, ami mellett kiállok. Azt szerintem véleményes, amikor azzal a megfejtésre ér a Demcsák Zsuzsa, hogy mi lehetett az oka annak, hogy te bevállaltad ezt a koncertet. De ami szerintem nem véleményes, az az, hogy értem a zavarodat teljesen ebben a helyzetben. Ez valószínűleg egy rettenetesen nehéz helyzet, de valószínűleg azért is nehéz, mert hogy ott az, amit most mondtál, az nem hangzik el tőled. Igen. Mondom, az egy nagyon, akkor egy friss szituáció volt. Meg szerintem látszik, be voltam szarvat, olyan fején voltam, mint a bolti zsír. És tök jogosan, és tök jó. Mitől voltál beszarva pontosan? Hát ettől az egésztől, hogy erről kell beszélni, hogy bemegy. Eleve tök kellemetlen volt most így édesanyádhoz, a nővéredhez menni, érted, hogy otthon vár, és te meg... megütöd a barátnődet, érted? Szóval ez egy nagyon-nagyon szar helyzet volt, és ez látszik is rajtam, de nem baj, megérdemlem, hogy ez volt, ez történt. És mikor jutottál el oda, hogy ilyen nagyon egyértelműen ki tudod mondani, hogy egy hatalmas hiba volt, amit elkövettél? Én ezt már ott is tudtam, csak itt be voltam szarva. Ez látszik, hogy itt nagyon... Na, hát ez nagyon akkor volt pár nappal ezelőtt, ugye ez a szituáció, nagyon zúdult rám minden, jogosan. De szerintem részben azért, mert eléggé mismásolós volt a kommunikációd. Igen, lehet, nem tudom, lehet. Lehet, hogy az volt akkoriban. És akkor mikor jutottál el oda, hogy ebben ennyire egyértelmű? Nem tudom, nekem nem tűnt föl, hogy ez mismásolós. Aha. Nekem most föltűnt, és tök igazat adok. Azért jó, hogy erről ennyire nyíltan beszélsz, hogy ezt hibának tekinted, mert hát, te is tudsz arról, hogy mennyire eltérett Magyarországon a kapcsolaton belüli bántalmazás is, ennek mennyire kiemelten nők az áldozatai. Mit mondanál azoknak a férfi társaidnak, akik adott esetben még küzdenek, azzal, bocs, hogy bántalmazták a párjukat, és nem képesek belátni ezt a hibát? Hát pedig sokkal könnyebb a lelkinek, mindenkinek. És az a legkevesebb szerintem, hogy bocsánatot kér és megbánja ezeket a dolgait. Az a legkevesebb. És mondom, az a legszebb, hogy ezzel magának is segít. Hogyha még annyira önző, akkor még legalább akkor csak ezt nézze, hogy a saját lelkén is könnyíteni fog. Ugye nem sokkal korábban úgy beszéltél, hogy igazából a te szerhasználatodnak te voltál az egyedüli áldozata, de ezt annyival azért árnyalja az, hogy a mostani párodnak, a Juditnak, a legalábbis a sajtóhírek szerint egészen szélsőségesen méltánytalan bánásmódot kellett elszenvednie a saját kosárlabda csapatától, amikor kiderült a hír, hogy ti összejöttetek. Nem tudom, hogy meg tudod erősíteni. Mit tehetek megint? Hogy, most nem mondtam, hogy te tehetsz, mondom, hogy ez a helyzet megtörtént, ami nyilván igazságtalan és méltánytalan, hogy egyrészt fölfüggesztették, és drogtesztet akartak elvégeztetni vele? Igen, drogtesztet akartak készíteni vele, és igen, és addig nem is edzhetett a csapattal, amíg, vagy ideig nem edzhetett, nem tudom, hogy elbír, volt-e valami válságstáb, vagy nem. Igazából az a legszebb, hogy én is akkor most tudtam meg, amikor a műsor volt, nekem se árult ezt el. Tényleg? Mert tudta, hogy nagyon bántana? Hát biztos, hogy ez is benne van, igen, hogy engem védett ettől az egész helyzettől, de biztos, hogy nem is hagytam volna annyiba ezt. Hogyha ezt én megtudom, hogy emiatt őt bármilyen retorzióval élnek miattam, hát az biztos, hogy kurva szarul esett volna, de hogy én ebbe beleálltam volna ebbe a sztoriba kőkeményen, az biztos. Hm. Ilyenkor mit lehet csinálni? Tehát amikor valakit, aki szeretted, ilyen elemi igazságtalanság ér, és úgy, hogy egyébként konkrétan közel semmi nincs ahhoz, hogy veled mi történt. Persze, hát két külön ember vagyunk. Nem tud... Szar, nekem szar. Ettől féltem a fiamat is egyébként, csak abba bízom, hogy azért addigra már, pont azért akarom, hogy valamennyire inkább ezt magam mögött hagyni. Mert a gyerekeknél őszintébb és gonoszabb, hogyha vita van, nincs ilyen szempontból. Hogy a gyerek szája az a legkeményebb, te is tudod az iskolában, miket mondtunk egymásnak, és úgy mondták egymásnak a gyerekek, hogy nem is gondolták át, hogy az a másik gyereknek mit okozhat. Ettől féltem a fiamat, hogy ne kezdjék őt miattam bántani. És látod már nyomait? Nem, de hogy is. Jó. Ugye, amikor fölkértünk arra, hogy gyere el a Péntek Esti Partizánba, akkor kitettük az első social media posztokat, akkor utána téged nagyon megviselte az, hogy milyen típusú kommentek érkeztek erre. Nálatok csak negatív volt, basszus. Csak negatív. Életemben nem tapasztaltam, nem tudom. Nem tudom, hogy mi volt azok, mert itt meg most tök jó arcok ülnek, és valószínű közöttük vannak azok az emberek. Nem tudom, hogy mi volt az oka, hogy miért van ez. Azt a részét megértettem, hogy már lerágott csont, megint miről lesz szó, Majka, drog, de egyébként meg egy tök jó beszélgetés, és tök más dolgokról beszéltünk, szóval szeretnének megdicsérni, fizetésemelést fogok intézni neked. Főnök úr, kicsit dobjon rá. Szóval nem tudom. És ezért úgy voltam vele, hogy most már szerintem elértem azt a kort, azt a szintet, hogy ahol nem, senki nem akar, hogy menjek akkor oda inkább, egyébként arról volt szó, hogy nem úgy jeleztem, hogy én ezt visszamondanám, ezt a mai interjút, mert mondom, hát, hogyha se egy ember nincs, aki akarná ebből a közegből, akkor mi a fasznak menjek oda? Hát én nem akarok odaülni hülyének. Persze. Biztos, hogy van elitizmus. Ez nem kérdés. Biztos, hogy van egy olyan típusú attitűd, amit én nagyon gyűlölök, és gyűlöletesnek tartok. És amikor voltak korábbi vendégeink, akkor szintén előfordult ilyen típusú komment, hogy anélkül akár, hogy csak egy percnyi bizalmat szavaztak volna az alanynak, már előzetesen leírták az egészet, hogy ez biztos. Ez az a baj, hogy ez is nagy problémája a társadalomnak. Éppen ez nagyon fontos, amit most mondasz, mert tehát, hogy nyilván nem akarok álszent lenni, én ismertem néhány nótádat, nyilván most az interjúra készülve jobban belemélyedtem, de valószínűleg nem leszek életemben egy Curtis fan, de az az öröm, amit lehet látni, hogy magyar emberek, polgártársak ezreinek, tízezreinek, százezreinek tud okozni a zenét, azzal szemben hogy nem lehet elismerőnek lenni? Tehát, hogy nem kell, hogy esztétikailag azonos dolgot gondoljunk a világról, de az, hogy az öröm, az teljesen evidens a számomra. És készültünk egy rövid összeállítással, amiben, amikor még a Majorossal együtt voltatok, jártátok végig az országot, és az egy nagyon-nagyon kedvenc pillanatom, hogy mindig, amikor egy ponton elérkeztetek a koncertbe, akkor a településnek a nevét elmondtátok és elmondattátok a tömeggel, És abban nagyon erőteljesen lehet érezni azt a típusú kötődést, ami szerintem nagyon különleges a közönség irányából a te irányodba. Most nézzük meg ezt az összeállítást, és aztán akarok erről kérdezni valamit. Ki fogom mondani a város nevét, ahol vagyunk. Én nem mondtam én. És amikor kimondtam, akkor majd kiabáltok, akkor holnap feltöltjük a Majkásnak a Curtis-es Facebook oldalra, és az egész kurva ország láthatja, hogy milyen buli van az egész ország láthatja, hogy szombathelyen mekkora buli van! Mezőtől Rocskentőre! Mekkora buli van Gyömrön! Hagyjálja a mezőkön az 1-2-3! Kiskolásod mekkora buli van! Mekkora buli van Dunaújvárosban! Debrecen 1-2-3! Mezőberén milyen buli van! Mekkora kibaszott nagy buli van Székesfehérváron! Na gyerekek! Kész vagytok? Kicsi készül! Fehérváriak annyira nem voltak meggyőzőek. Biztos vidisták voltak. És most még nagyobb bulik vannak, hál' Isten. Petiéknél és nálunk is. Igen, Azt engedte vala Majka, hogy te is bemondd ezt? Igen, az a baj, hogyha őszinte akarok lenni, megint csak viccelni tudok, lehet, hogy már akkor nem tudtam bemondani. Olyan állapotban voltam, és lehet inkább rám hagyta, vagy magára vette ezt a feladatot. Hát az megkérdőjelezhetetlen, amit mi elértünk a Petivel ketten a magyar könyvzenében, meg ezek. És hát azóta is, hála Istennek, ez töretlen ez a siker, szeretik az emberek, szeretnek minket, és pont ezért szerintem már emberközeli ez az egész történet. Azt tényleg nem lehet megkérdezni, hogy ezeket az embereket az örömérzése köti hozzátok, és azt hiszem, hogy nagyon sok baja származik a társadalomnak abból, hogy így, ugye a politikában van ez a típusú megosztottság, hogy az egyik oldal agymosottnak tartja a másikat, az oldal pedig külföldi bérencnek tartja. Tehát, hogy nincsen meg az a típusú tisztelet, hogy valakinek az öröme, a meggyőződése, hogyha nem ártalmas, akkor egyébként lehet, hogy nem értek egyet az okával, de tudom tisztelni azt, hogy az igenis öröm. Hát én azt nem értem, hogy ezek az ellentétek, hogy nekem... Például én most megosztottam, hogy az Azariának teltház lett a Puskás. És akkor írtak, hogy de nagy vagy, hogy megosztod. Hát hogy ne osztanám meg? Hát ez egy hatalmas dolog. Ez a magyar könnyűzenének egy történelmi pillanata. Hogy nekem nem lesz kevesebb buli, meg nekem nincs rossz érzésem, én büszke vagyok arra, hogy ez a gyerek van, és hogy kortársam. Ezek ilyen abszolút ösztönös dolgok, és sokaknak furcsa, sajnos. Nem bírom ki, mert valóban ezt is megosztottad, de megosztottál mást is pont tegnap. Jaj, de jó, na arról beszéljünk. Akkor ezt nézzük meg egy pillanatra. Tehát ugye a Gáspár család elment egy meccsre. Na, szerintem ez mindent elárul. És a Gáspár családot, hát kb. Hasonló attitűddel fogadta a futballszurkoló közönség. Ha jól tudom, még rigmusok is elhangoztak. Ott azért erősen jelen volt a rasszizmus, velem ellentétben, de pont erről szól, hogy... Bocs, mi a baj azzal, hogy Kubatov Gábor és Gáspár Győző egy fotónál? Mert azt írod, hogy... Nekem azzal nincs, nem azzal van a bajom. Például az, hogy a Csuti kint van a meccsen, vagy a Kucsera Gábor kint van a meccsen, akik tudom jól, hogy 1000 éve Ferencváros szimpatizánsok, akkor is azok voltak, amikor az MB2-ben volt a csapat, akkor is azok voltak, vagyis hogy ők nem azért Ferencváros szurkolók, mert azért pénzt kapnak, vagy éppen várnak valamit, elvárnak, vagy bíznak, inkább bíznak valamiben, hogy majd ezáltal ők jobb fényben tűnhetnek föl. Győzik a nyal? Persze. Hát, fú, vázd meg az ember. Hát szánalmas ez a csávó számomra. Hát én le is írtam, ott van. Előre kitelvelt, nyerességvágyból elkövetett Fradi szurkoló. Ez ő. De azt cseszed fel, zöld hogy... nyakkendő, honnan a picsából szerez ilyen csúnya zöld nyakkendő? Úgy öltözött föl konkrétan, mint aki elvesztett egy fogadást, hallod? Hihetetlen, bazd. Na mindegy. De én lezártlak tegít, és aztán nem ő védi meg magát, hanem rám ír a felesége, az is. Mit kiszervezte az asszonynak a veled való vitatkozást? Hát nem, hát gondolom, hogy látta ő is, csak ő nem írt, hát, vagy nem tudom, mit csinált. A lényeg az, hogy a felesége válaszolt erre a képre nekem, és akkor én pontról pontra leírtam, mert egyből jött, hogy én rasszista vagyok. Ennek nem azzal van a bajom, hogy a legjobb barátom roma származású. Az legyen tiszta, ebben semmi rasszizmus nincs. Az, na köszönöm. Tehát az, amit mondjuk ő kapott a stadionban, az rasszizmus volt. Azt mondom, persze. De ez miért lenne rasszista ez a poszt, amit írtál? Hát egyből ezzel jöttek. Nyilvánvalóan, hogyha ezzel a legegyszerűbb dobálózni. De azt cseszted fel a fejedet, hogy megjelent a Fradinál, vagy már akkor nem, is, az nem érdekel, a békemeneten, hogy... meg egyebeken? Az nem, mondjuk nála az is kiveri biztosítékot, mert az se hiteles. De miért az se... Tehát miért nem lehet az, hogy Gáspár Győző 2023-ra belátta, hogy bizony ő mindig is Orbánista volt? Hát kívánom neki, hogy így legyen, de nem az a baj, hogy nálam én nagyon-nagyon hiteltelen embernek tartom őt. Az a baj, hogy ezek a dolgok, pontosan az, hogy politikai hovatartozás, a labdarúgás, a szurkolás, ezek a tradíciók, ezek az eszmék, ezek nem megvásárolható dolgok, én azt gondolom. Nagyon más értékrendekkel vagyunk megáldva, mint Gáspár úr, de azt gondolom, hogy ez így van jól. És egyébként minek írtam ki, mert úgyse ért belőle amúgy, mert fogalmat nincs róla, hogy hát nem véletlenül rasszistázik, mert nem érti, hogy én miről beszél, vagy nem akarja megérteni, mert inkább ez van, hogy nem akarja megérteni, mert azért nem ilyen hülye. De az is voltam erre kíváncsi, mert azért nyilván te is látod, hogy győzik az egyetlen. A Fradinál rengeteg ilyen van. Hát a Kozsó a Fradi lemezen. Fradi lemez, Kozsó. Mondjuk egyébként ez, én örülök ezeknek, egyébként, hogy érted, nem egy Deák Bilt hív meg a Fradi lemezre, hanem a Kozsót. Hát, mindegy. Szóval azért nem csak a Győzik az egyetlen. Nem. Aki 10 év után felfedezte azt, hogy nem. Neki van egy elköteleződés a kormánypárt iránt, és azért pont a magyar pop szakmában azért az mindig is nagyon erősen ki volt szolgáltatva mindenkori hatalomnak. Te például gondolkodsz ezen, hogy lehet, hogy 20 év múlva rá fogsz kényszerülni hasonló típusú színvallásra? Figyelj, nálam ez nem titok, hogy egyébként én inkább a Fidesz felé húzok. És ennek megvan a családi oka, pont a labdarúgás, pont ez, hogy én abban nőttem fel, hogy amikor még ugye az Orbán Viktor oda járt, amikor kölyök voltam, én azt láttam, hogy a Gyurcsányék belelövettek a tömegbe, és ezek megmaradtak. Én ugyanúgy, mint minden másba, leegyszerűsítem, ezt láttam, ezt érzem, és kész. De az, hogy én pénzt fogadjak el azért, hogy föl, vagy ezért, hogy fölléphessek, én ilyet nem. De nem is gondolkodsz azon, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen szakasz a pályádnak? Mert nem. Sok előadó belekényszerül egy ponton túl, mert már nem tud máshogy bevételhez jutni. De hogy? De miért nem tud? Hogy nem értem. Hát mert megszokott egy magasabb életszínvonalat, és azt nem tudja. Jó dalokat kell írni. Ja. Mindig jó dalokat kell írni, és akkor ott vagy mindig fönt. Jó. Remélem, hogy 20 év múlva is így fogsz tudni erről gondolkodni. Így fogok. Jó. Amikor New Yorkban voltál, a külügyminisztérium munkatársai végül ott csápoltak az első sorban? Igen, eljöttek. Hát ketten voltak csak, de ott voltak, igen. És a Szijjártó Péter azóta eltalált valamelyik koncertedre? Nem, előtte volt pont a Campus Fesztiválon, ott megjelent, és akkor azért is írtam rá, hogy hogyha van kedve, akkor jöjjön. Nem volt azóta koncertem. Kedveled az ő politikusi személyiségét? Rettentően. Nagyon sokat dolgozik. Hát ki nem? Látom. Hát mindenki, de ő kimondottan sokat dolgozik, meg sokat van távol, legalábbis Jaktokon például az Adrián nyaranta. Ezt én nem látom. Közben kiposztolja a fotókat, hogy bent van az irodában. Ilyen volt? Ezt nem láttad? Nem. Mikor rajta kapták az Adrián? Nem követem így a politikát. Én de közben kimondott, hogy egy strapabíró ember. Hát az. Hát miért nem? Hát de akkor mégsem vagy. Hogy? Mi nem vagyok. Tehát mire alapozod ezt az állítást, az is, hogy azt mondod, hogy... Amit az Instagramján látok. Hát én azt követem, már nem látom, nem járok vele, ha nem fogom a kezét. Hát ja, csak hogyha az Instagramon, tehát érted, képekkel meg lehet vezetni a nyilvánosságot. Figyelj, én magamból indulok ki, amíg nem tudom, hogy ez nem így történt, addig engem nem érdekel. Hát téged már a munka látszatával is meg lehet venni. Ezt te mondtad. És jól érezték magukat a külügyminisztérium munkatársak? Figyelj, én azt látom, hogy igen. Meg volt nekik mondva, hogy jól kell érezni, nem viccelek. Jól, igen. Szerintem sokatnak a szemöldöke felszaladt, mert hogy te magad is most ebben az interjúban többször elmondtad, hogy próbálsz távol maradni a politikától, nem tartod magadat szakértőnek, stb. Nem. És ehhez képest, amikor a rezsicsökkentés visszavonása megtörtént, akkor egy egész értekezéssel szolgáltál a nyilvánosság számára, hogy most ezt hogyan kellene olvasniuk. Ez nem volt meg tavaly nyáron? Mi van? Miről beszélsz megint? 22. júliusában posztoltál, ez nincsen meg? De olvasd föl, és akkor megmondom. Azt mondtad, hogy ugye most nem gondolja senki komolyan, hogy a miniszterelnök miatt van világválság az energiaszektorban. Ja, de igen, hát de igen. És azzal zártad a posztot, hogy akinek vicces a rezsicsökkentés, azt mert amikor már mindig hogy neki ne járjon. Hogy micsoda? Akinek vicces a rezsicsökkentés, azt kéri, hogy neki ne járjon, és fizessen teljes árat, ahogy egyébként minden más országban kell. Hát igen, mert én azt utálom, hogy bármi történik, az minden egyből a Fidesznek a hibája. Én ezzel nem. Hát, hogyha visszavonják a rezsicsökkentést, aminek az ígéretével nyernek választást, az érthetően ellentmondásokat kelt velük szemben. Na, ez megint olyan, erről már nem tudok nyilatkozni, meg beszélni, mert nem értek hozzá. De ez a részéhez. Mert ez pont a háború miatt történt, egy szankció, az világon mindenhol. És én arra írtam, hogy ez most mit tehet erről a Fidesz, ha mindenhol... Figyelj, amikor a választás volt, akkor nem tudták, hogy háború lesz. Érted? Hát akkor már egy hónapja tartott. Dehogy tartott egy... Február 24-én robbant ki. Akkor áprilisban volt a választás. A lényeg az, hogy szerintem... Azért nem akarok hülyeséget mondani, nem akarom magamat belevinni egy olyan hülyeségbe. És én is akarok, csak nem értem, hogyha egyébként ez az alapattitűdöd, akkor minek állsz bele egy ennyire kényes politikai kérdésbe? Nekem abból volt elegem, hogy mindenért ők a felelősök mindig. Hogy az, hogy... Hát de aki alkotmányozatosséggel vezeti az országot... Azért a maga szerencséjének a kovácsa is valahol, azért ezt... Ha hagyják? Azért hagyják, én azt gondolom. Soha mindenki jobban él, mint régebben, én azt gondolom. De nyilvánvalóan az életszínvonal is más, én azt gondolom. Szóval azért, ha végigmész a városba, nem nagyon látsz már zsigulit, vagy olyan kocsit. Minden, érted? Az összes szálloda tele van. Az éttermekbe helyet kell foglalni. Az összes ismerősöm, nem csak az ismerősöm, mindenki posztol, hogy nyaral, nyáron, vagy télen, vagy minden. Hogy fura ez az egész, de ezért mondom, hogy én megint csak úgy nézem, hogy egyszerű paraszti ésszel, mert úgy tudom. Csak ja, te igazad van, tehát ezekben én így mérem, hogy basszus, hogy lehet, hogy minden szar, ha mindenki ilyen helyeken van? Akkor hogy lehet szar? Hát a közép és a felső középosztálynak lehet, hogy ilyen szempontból van lehetősége. Régen is voltak ugyanúgy szegények. Kurva szegény emberek sajnos. És nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy tudod-e változni bármi pont a legkiszolgáltatottabbak számára? Ezt nem tudom. Ezt nem tudod. Sajnos. Tehát azt mondod, hogy ez teljesen magadtól semmifajta kormányzati ráhatásra nem írtad meg. Ez látod, hogy hülyeséget írtam. Szerinted? Ez egy szakember biztos nem engedte volna, hogy ezt írjam. Hát ugye konkrét törvények jönnek ki úgy, hogy a vesszőket nem jó helyre teszik, tehát ilyen szempontból... Nem, ezt magamtól írtam, és mondom, igazából tényleg arra irányult, hogy beborul, éppen esik az eső, az Orbán Viktor a hibásába, ez meg, hogy értem én... A beborulás, az eső és az rezsicsökkentés visszavonása, az nem analóg, de jó, értem az álláspontot. Érted, hogy miről beszélek, na most? Igen, azt hiszem. Azt hiszem, jó. Betonhoffit hallgatsz? Persze, hogy hallgatok. Igen? Nagyon szeretem, egy kedvencem. Új vonalasok közül őt hallgatom, Pogányindulót. Pogányindulót is hallgatsz? Igen, őket hallgatom itthon. Krúbi? Nem hallgat. Na, őt nem szeretem. Na és miért? Mert szar. Nem tetszik. A zenéje? Tudom, hogy... Ez nekem nem a stílusom. Szerintem szar, de ez azért, mondom, és tudom, hogy sokan szeretik meg. Amikor itt az Orbán verti a Ferinek, azt szerinted nem egy jó szám? Ezt nem is hallottam, tudod? Hallottam egyet. Valami neked tetszene, amiben a Majka, valami majkás van benne, az vicces volt, az a rögtünk. Még pont a Petivel hallgattuk együtt azt. De most zeneszakmai kritikád van vele, vagy előadóként nem vagy? Nem tetszik eleve maga a fazon, nekem ő nem egy rapper forma, meg a hang. Nem tudom. Nem hiszem el tőle, amit mond. Nem tudom elmondani miért. Nekem ő termékidegen, ő nem rapper nekem. És van egy csomó ilyen amúgy. És mondom, ez nem az ő hibája, az az én hibám. Mert igazából... Tehát van olyan, hogy valakinek valami nem jön be. De bocs, tehát hogyha a Betonhoff igen... Mi a címe a számnak? Ez még egyszer? Van egy ilyen szám, ezt meg fogom hallgatni. Átküldöm neked, igen. Tényleg nem jutott el hozzád? Nem. Oké. Okay. Ez csodálatos dal lehet. De várj, bocs, ő ilyen független csávó, vagy mi? Hogy ő beszól mindkét oldalnak? Igen. Elég keményen független, igen. Na, hát akkor viszont... Miért azt gondoltad, hogy ő valami pártnak a kitartotja? Nem, nem gondoltam, csak hogy mondod a címet, hogy abból gondoltam, hogy akkor ő mi egy ilyen új párt tag, vagy mit csinál ő? Nem, de mi? Hát ez egy tökös kiállás lehet. Ez az amúgy, ez az. Lehet, hogy a végén megkedveled? Nem, hiszem. Hölgyeim és uraim, Széki Attila Curtis, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm. Szevasztok, gyerekek! Köszönöm. Tippre nem egyetetek sehova, mert most következik a Partizán Sessionben a Juggler, szomorú pánkok pornós jelmezben, legalábbis ez van ideírva. Innen nézve nem látom még ezt rajta, de majd kiderül az előadásból. Most nyáron jelentnek az első kazettájuk. Angar néven, valóban nézzétek, rendes kazetta, úgyhogy most a Partizán Sessionben következik a Juggler. Legend! Ez volt a Juggler. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, ez volt a Péntek Esti Partizán. Köszönöm szépen Széki Attilának, Curtisnek, Bújdosóiknak, valamint a Jugglernek a ma esti részvételt. Mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor vágd ezeket a komment szekcióban. Ha pedig szeretnétek látni a vágatlan interjút, akkor mindenképpen fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.